Úgy hiszem, hogy ahányan itt részt vettünk ezen a hétvégén, nagyon sokan hatalmas áldásban részesültünk, és tudom, hogy a legtöbben, akik a konyhán is dolgoztak, vagy akik nem tudtak eljönni otthonról, követték az élő közvetítést, és tényleg feltöltődve ülhetünk most itt, és mehettek sokan haza. Úgy vagyok, hogy nagyon sok mindent felszántott az Úr ezen a hétvégén bennem is, és nagyon megdöbbentő volt látni, és úgy hiszem, hogy nagyon sokan láttuk azt, és elképesztő volt, hogy munkálkodik az Úr még ma is. És a mai alkalom után az utolsó néhány éneket nagyon sokan itt elől, letérdelve, felállva, bűnünket megvalva, letéve tudtunk énekelni, és olyan megható volt, hogy munkálkodott az Úr, és tényleg kezdett szántani ezen a hétvégén, és olyan jó élmény volt, hogy az Úr megadta még azt a kegyelmet is, hogy nem csak a többiekben tudtam gyönyörködni, ahogy engem felszabadított, hanem feleségemmel együtt kézen fogva, itt térdelve tudtunk imádkozni előbb, aztán felszabadulva, kezeket felemelve szabadon énekelni, és olyan jó volt, hogy munkálkodik az Úr, ahogy énekelte Sámuel ezt az éneket, énekeltük vele. Eszembe jutott egy szemléltető eszköz, ami a hétvégén jutott, elhangzott, ami nekem is üzenet volt, és úgy gondolom, hogy nagyon sokunknak, akik olvassák a mai igét, lehet, hogy emlékeznek arra a példázatra, hogy a hajós kapitány egy adott ponton észrevette, hogy a hajó nem úgy működik, nem úgy szuverál, ahogy elindult. És nagyon kellemes élmények fűződnek ehhez a gyülekezethez, olvasva a krónikákat, ahogy elindult ez a gyülekezet, és nagyon mélyen kötődök ehhez a közösséghez is. De lehet, hogy észrevették már a testvérek is nagyon sokszor, a hajunk nem úgy haladt, ahogy kellett menjen. És az volt a feladat ezzel a hajóval, hogy kihúzni a partra a ráragadt, fölösleges terhet a hajókra, ami odaragadt menet közben, azokat meg kellett tisztítani, és utána mehetett vissza az óceánba, és célegyenest haladva. Én is még hazamenve feleségemmel le kell üljünk majd, és átbeszélni, hogy mi az, amit ránk ragadt, mióta keresztjének életünk, mióta a Krisztus követők életünk, mi az, ami megakadályoz, és legyen ez egy célkitűzés, vagy egy feladat a testvérek részére is. Otthon, akár családilag, egyénileg, közösségileg, mi az, amiket fel kell szakítani, ami nagyon szép, lehet nagyon jó, de lehet, hogy elkanyarítja egy kicsit a hajót az útról. A másik kívánságom pedig az, hogy bárcsak tapasztalnák meg minden egyes vasárnap, nem csak egy ilyen különleges alkalommal, mint a ma délelőtt, akkor felálltunk a térdeinkről, döbbenetes volt látni, hogy ott van adtak a padlón, ami bűneinknek a maradványai, azok a könycseppek. Bárcsak sok, nagyon sok könycsepp maradna még lent a padlón ezen a helyen, és munkálkodna az Úr, és tudnánk célegyenest haladni. Amen.